Sziasztok! A mai videómban, ahogy ígértem nektek, fel fogjuk használni azt a kis DIY-os koszorút, amit a múltkori videóban csináltunk, csak ugye ott is elmondtam, hogy nem csak otthoni dekorációként, hanem így a fejünkre is fel tudjuk majd rakni, és akkor akár egy fesztivál alkalmával is tök jól tud mutatni, illetve most, hogy itt a tavasz, szerintem tök jó kelléke lehet az öltözékünknek. Amilyen színeket fogok most használni, az a rózsaszín, a fehér és inkább az ilyen kis szürkés árnyalatok. Egy nagyon egyszerű sminket fogunk elkészíteni, nagyon kis visszafogott lesz, de azért lesz egy erőteljes túlsvonal, amit már megszokhatatok tőlem, hiszen nálam a citástam a nyerő. Igazából így nagyjából ennyi lesz, nézzük meg, hogy egyetem fel fogom-e tudni húzni a fejemre ezt a kis koszorút. Szóval, gyerünk! Akkor először is korrektorozzuk le a szemeket. Ehhez a Catrice-től használom az Orrán nevezetű korrektorpalettát. Mindenhová vigyétek fel a korrektort, még a szemöldök alá is. Ezt követően vigyünk fel egy világos szemfestéket. Én egy világos rózsaszín árnyalatot használok. Szerintem ez nagyon szépen kiemeli a szemet, és nagyon illik a romantikus, illetve tavaszias hangulathoz. Amíg én itt festegetem magam, hagyd mondjam el, hogy azért ilyen fura hangom, mert meg vagyok felzóval, szóval ne haragudjatok, de mindenféleképpen akartam egy videót, mert már nagyon rég töltöttem fel valamit. Szóval nézzétek ezt be nekem! Miután felvittük a kívánt szint, egy szemceruza segítségével emeljük ki a mélyítő vonalunkat. Ez a vonal nem kell, hogy egyenletes legyen, szóval ne izguljatok, nem baj, hogyha hepehúpás, hiszen ez csak segítséget, illetve egy alapot fog képezni a továbbiakban. Mindjárt láthatjátok, hogy el fogjuk dolgozni egy satírecset segítségével. Én ehhez egy lilás árnyalatú szemhéjpúdert használok, és azzal dolgozom össze a szemceruzának a színét. Így egy nagyon szép árnyalatot fogok majd kapni. Mint ahogy láthatjátok, én is visszamegyek a világos színnel, és így még kontrasztosabbá teszem a két színnek a különbségét, szóval ezt a lépést szerintem ti se hagyjátok ki. Jöhet a pigment. Itt egy kicsit sokat vittem föl nektek, nem kell ennyit felvinnetek, de igazából ezt azért használom, illetve azért szeretem a pigmenteket, mert nagyon szépen ki tudják emelni a szemet, és egy nagyon lágy és finom csillogást ad a szemhéjpúdernek. Szóval mindenképpen használjatok egy kis pigmentet. És akkor jöhet a felső szempillatövek kiemelése. Ehhez egy fekete szemceruzát fogok használni. Ez a vonal, hogyha lehet, akkor minél egyenesebb legyen, de ismétlem, nem baj, hogyha nem lesz egyenes, és ki is emelném ezt, hogy nem baj, hogyha nem lesz tökéletes, hiszen ez szintén egy kis alapot fog képezni a fekete tus vonalunknak. Én így szoktam egyébként csalni, hogy először meghúzom fekete szemceruzával, úgymond az alapot, és erre megyek rá fekete szemhéjtussal. Most, hogyha a videót nézitek, akkor egy ecsetet használok, ezen az ecseten nincs semmi, csak a fekete szemceruzát dolgozom el, és ezt húzom ki. Így nagyon szép kis farkincet tudok csinálni a végére, hiszen nagyon vékonyan húzza ki ez az ecset a fekete színt.
és akkor jöhet a szemhéjtus. Én ezt is ecsettel viszem fel, egyébként egy filces szemhéjtusom van, de ecsettel én sokkal szebben tudok dolgozni, tehát a filces részét úgymond hozzáérintem az ecsethez, és így fel tudom vinni nagyon szépen a tust. Tehát szerintem próbáljátok ki az ecsetet, hát ha azzal egyszerűbb, de szerintem mindenkinek más technika válik be a szemhéjtus használatánál. Mindenkinek egy kicsit a rémálma, de én ezzel tudok a legszebben dolgozni, ezért is mutatom nektek igazából ezt a technikát. Próbáljátok ki! A szemöldököm alá pedig a megszokott krémes állagú highlightert viszem fel. Ez ad egy kis csillogást a szemhéjfestésnek, szóval szerintem ne hagyjátok ki ezt a lépést sem. Jöhet a szemceruzázás alul is. Mind a vízvonalunkat, mind pedig az alsó szempillatöveket is húzzuk ki feketével, majd egy ecset segítségével dolgozzuk el ezt a fekete színt, így nem lesz olyan intenzív, illetve olyan merev ez a szín, tehát egy kicsit, hogyha elmossuk, akkor természetesebbnek hat. Ha megvagyunk a fekete színnel, akkor ne felejtsünk el a belső szemzugba szintén pigmentet rakni, mert ezzel nagyon nyitottá tudjuk tenni a tekintetünket. Na és akkor jöhet az alapozás, kedvenc részem! Eltüntetem vele a bőrhibákat, egyébként itt is a L'Oréal True Match Golden Beige árnyalatát használom, szerintem már kívülről tudjátok. Nagyon szépen fed, nagyon meg vagyok vele elégedve, és nagyon szeretem ezt az alapozót. Ti mit gondoltok, nektek melyik a kedvenc alapozótok? Jöhet a szempillaspirálozás is, és a púderezés. Itt a MAC-tól használom a Studio Fix nevezetű púdert, nagyon szeretem ezt is, és nagyon fontos a használatom. Jöhet a bronzosítás. Itt nagyon figyeljetek arra, hogy ne a csontra vigyétek fel a bronzosítót, hanem a csont alá, mert így tudjátok nagyon szépen úgymond csontosítani az arcot. És jöhet a pirosító is. A pirosítónál pedig arra figyeljetek, hogyha mosolyogtok, akkor a kis almácskákra vigyétek fel a pirosítót. A szemöldök kiemelésénél pedig szokásosan egy sötét árnyalatú palettát használok. A szám kiemeléséhez most egy új rúzst használok, a Kiko márkától egy rózsaszínes árnyalatot. Hát nem jön át itt videókamerán a színe, de egyébként nagyon szép, ilyen kis, kicsit ilyen barbis színe van, de mégis visszafogott, és egy másik rúzsal kombináltam. Na hát akkor készen is vagyunk. Ne haragudjatok, hogy ilyen tompa voltam ma, csak egy kicsit meg vagyok fázva, és így nagyon sokat kellett orrot fújnom, meg habcisztam, meg minden bajom van most ilyenkor. Hangomon is egy picit talán hallatszik, de ráment a fejemre a kis koszorú, szóval ez már jót jelent. Hát nem mondom, hogy tényleg erre lenne tervezve, de szerintem megállja a helyét. Nem tudom, hogy ti mit gondoltok, írjátok le kommentbe nyugodtan. És sminkemet is gyorsan így közelebbről is megmutatom. Nem annyira látszik, nem tudom, hogy miért, de sokkal erősebb színű a szám. Talán itt.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és hogy benéztetek, és hogy ezt a videómat is megnéztétek. Ha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, és ne felejtsetek el feliratkozni a csatornámra, mert még van pár szuper ötlet a tarsolyomban. Szeretnék még pár sminket azért elkészíteni veletek, és van egy jó kis DIY-os ötletem is. Ezt majd valamikor el fogom készíteni, remélem minél hamarabb. Nézzétek el nekem, hogy nem olyan sűrűn töltök fel videót, csak most vagyok a nagy szakdolgozati írásban, szóval egy kicsit most nehézkesen megy, de amint tudok, szakítok rá időt. Nagyon szépen köszönöm még egyszer, hogy itt voltatok, és nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok puszi nektek!